Dicsértes a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az iskolai utolsó hittanórájához érkeztünk, majd ősszel Isten értet, akkor folytatjuk, és ahogy emlékszünk rá, az év jó részét Aquinói Szent Tamással töltöttük el, ugyanis amikor végigvettük így a Jézus Krisztusról szóló teológiai okfejtéseket, benne a régi időkből, újakból, akkor, amikor Szent Tamáshoz értem, elmondottam, hogy ő az, aki meghatározza az egész középkori teológiát, másrészt pedig, hát egy kis reflexió akart lenni a 500 évvel ezelőtti reformációra, hiszen azt kellőképpen megünnepelték állami szinten is. Éppen tennap is kaptam egy nagy, hatalmas, vaskos könyvet, ami az 500 évnek a, nem is a foglalt, hanem a jubileumi évnek az ünneplés sorozatát mutatja be. Én pedig a Aquinói Szent Tamásra azért értem ki, hogy ő volt az, akit sajnos a hitújítók nem sokba vettek, ugyanakkor a katolikus egyházban pedig mértékadó teológus volt, és hát még ma is az, annak ellenére, hogy hát eltelt 700 esztendő az ő életétől. A mai alkalomra, miután sok mindent átvettünk szemelvényesen Szent Tamás tanításából, a mi atyánk magyarázatát hagytam. Ez olyan közismertnek tűnhet, ugyanakkor a sok magyarázat mellett is van egyedisége. A mi atyánkot ki tudja hányszor magyarázták a történelem folyamán. Itt nem prédikációkra gondolok, hiszen az elő-elő kerül a homilia rendszerben, hanem például a hegyi beszéd magyarázatában. Na mert a hegyi beszéd mindkét változatában olvasható. És magáról a hegyi beszédről is nem túlzok, szinte könyvtárnyi irodalom van. Ennek következtében a mi atyánkot is nagyon sokan magyarázták. Vannak önálló kötetei a mi atyánk magyarázatoknak. Magyarországon ugye a különösen a nagy hit és népszónokok, gondolok itt például egy Tóth Tihamérre, egy egész vaskos kötetet adott ki a mi atyánk magyarázatáról. Persze itt nem csak a szó szerinti biblikus értelmezés, hanem annak tovább vitele töltötte ki a könyvnek az anyagát. Hát mi az, amit a mi atyánkról úgy ír Aquinói Szent Tamás, ami számomra az olvasás során úgy tűnt ki, hogy jobban hangsúlyoz, mint a többiek, mert magam is foglalkoztam nagyon sok mi atyánk magyarázattal. Hát először is kezdi azzal, hogy a mi atyánk az az imádság, amelyik úgy klasszikus, hogy mindenre példát ad. Nem véletlen, hiszen Jézus Krisztus fogalmazza meg. Azt mondja, az első jellemzője az imádságnak, hogy annak bizakodónak kell lenni. Hát nem érdemes imádkozni, hogyha úgy gondolja az ember, hogy az farahány borsó. Hát legyen az kérés, dicsőítés, engesztelés, bármi más. Ha az van mögött, hogy fölösleges imádkozni, akkor nem imádkozik az ember. Ez pedig egy bizakodó imádság. De nem akármilyen bizalom vezérli ezt az imádságot, hanem Jézus Krisztusnak a bizalma. Holott nekünk fogalmazta meg ezt az imádságot, mert abból is, hogy mikor azt mondja, hogy az én atyám meg a ti atyátok, ott különbséget tesz azért a két viszony között, mégis
ez is az ő bizakodását fejezi ki, hogy a fiú bizalmával imádkozunk. Aztán azt mondja Aquinói Szent Tamás, hogy helyes módon imádkozik. A rendjét az imádságnak jól kijelöli, hiszen az emberek imádkoznak sokszor nem csak, hogy fölösleges, hanem néha egészen kártékony dolgokért, például átkozódnak, és ezt is úgy fogalmazzák meg, hogy Istentől kérik. Papi életünkben számtalan emlék jön elő, hogy milyen szándékokra akarnak misét mondatni, hogy hozzám is jöttek, hogy verje meg az Isten ezt és ezt, ezért mondja misét, ugye? Tehát, de sok mindent lehetne mondani, amit az ember hosszabb idő alatt már megtapasztal az imádsággal kapcsolatosan. Ez pedig azt mondja, hogy tudja a hely és a rendet, hogy egyáltalán mit kérjünk. És a rendezett imádság, mondja Aquinói Szent Tamás. Mert azt veszi figyelembe, hogy Jézus mit tett első helyre. Hát mit tett első helyre? Az Isten országát. Ez az ő prédikációinak, gondolatainak a forrása, csúcspontja és minden. És ahogy ő azt mondja, hogy keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát, ez a mi atyánkban is rögtön benne van. Ugye, hogy szenteltessék meg a te neved utájon, hogy jöjjön el az Isten országa. Tehát tudja a helyes sorrendet, ez az imádság, mondja Aquinói Szent Tamás. Aztán ez az imádság, áhítatos imádság, hát persze ezt nem tudjuk jól lefordítani, mert az áhítatban is van valami olyan zönge, ami úgy némelyek számára kelemetlen, ugye, hogy hát, vagy már ugye a szavak átértékelődnek. Lehetne azt mondani, hogy a vallásos lelkületét ennek az imádságnak Krisztus lelkülete adja meg. Tehát egy olyan imádság, amit Krisztus lelkülete itat át, ezért egy áhítatos imádság. Aztán megállapítja Szent Tamás, hogy az imádságnak alázatosnak kell lennie. Hozza a farizeus és a vámos történetét, hát hogy ebben azért benne van az alázat, már csak azért is, mert a bűneink bocsánatát is kéri az Istentől. Tehát nem egy ilyen, hogy is mondjam, érdemek felsorolása ez az imádság, hogy én ezt meg ezt teszek, és hát én ilyen jó vagyok, ugye? Hanem ez egy alázatos imádság. Aztán a maga bonckésével fejtegeti tovább Aquinói Szent Tamás, mondja, hogy hasznos orvosság a rossz ellen. Tehát legyen az bármiféle, majd még kitérek rá, mert szabadíts meg a rossztól, ott ezt úgy elemzi. Hasznos orvosság. Nem véletlen, hogy az ördögűzéseknek, ami hát a megszállott ember megszabadulását kéri, egyik legjobb formája, hogy a mi atyánkot imádkozzák, és kérik az Istent, hogy a rossztól és a gonosztól szabadítsa meg az Isten a megszállt embert. Ugyanakkor megkapjuk azt, ami javunkra válik. Tehát az imádságnak mindig egy ilyen kérdése, hogy vajon miért nem teljesíti az Isten az ember kérését, amikor imádkozik. És hát ugye ott van a jézusi tanításban, hogy kérjetek és adatik nektek. Bár a Lukács evangéliumánál olvassuk, hogy mennyivel inkább megadja, amikor kértek a szent lelket azoknak, akik kérik tőle, már pedig a szent lélekkel egy olyan lelki állapotot kapunk az Istentől, ami segít a helytállásban, és
Hát az egyik legnagyobb olyan ajándéka Istennek, ami minden körülmények között jó az ember számára. Tehát azt kapjuk meg, a nagy zarándok hálatáblák között Lourdesban van egy ilyen, hogy hálát adok, hogy nem hallgattad meg a könyörgésemet. Mert sokszor az ember olyanokat kér, amiről aztán utóbb kiderül, hogy hát ha teljesült volna, nem biztos, hogy javamra válna. Ugye én sokat idézem az amerikai írót, a Somerset mondta, aki nagyon gunyoros volt, hogy az élet tragédiája az, hogy valóra várnak az ember vágyai. Hát néha, amit kért, örült neki, ugye így lesz, az lesz aztán később kárára. Itt pedig azt mondja Aquinói Szent Tamás, hogy megkapjuk azt, ami javunkra válik. Aztán, és hogy az Isten háza népévé tesz ez az imádság bennünket, hiszen összeköt más emberekkel, és hát az Isten atyasága, ha azt komolyan vesszük, akkor Isten háza népéhez fogunk tartozni. És akkor elkezdi elemezni az egyes megszólításokat és egyes kéréseket, amit én most hát itt szintén röviden kiemelek Szent Tamás nyomán. Akkor azt mondja, hogy hát megszólítja, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, ugye? Mondja Szent Tamás, és az atyaságról elmélkedik, hogy hát van többféle, vagy nem többféle, kétféle van a Szentírás szerint is, hogy valakinek a nevelő atya az atya, valakinek van vér szerinti. Jézus Krisztus Istennek nem vér szerinti fia, mert nem a biológiai rend értelmében fiú, hanem a létrendben fiú ő, és másként szólíthatja meg az atyát, mint ahogy mi szólítjuk meg. Mert mi örökbe fogadott fiak vagyunk, és ennek is ugyanaz a helyes formája, hogyha a fiúság lelkülete bennünk van, azaz bennünk van a tisztelet, az engedelmesség, elfogadjuk azt, hogy Isten olykor büntet is bennünket, mert a atya-fiú viszonyban ez mindig benne kell, hogy legyen. Tehát világos különbséget tesz az örökbefogadott fiúság és Jézus és az atya-isten közötti kapcsolat között. De ennek ellenére ez egy méretetlen megtiszteltetés az ember számára, hogy az Istent atyának szólíthatja. A mi atyánkban pedig meglátja a testvériséget Szent Tamás, hogy nem azt mondjuk, hogy én atyám. Ugye a legtöbb újkori imádság az rettentő egoista. Az mindig az én és az Isten kapcsolatát szokta emlegetni, de azáltal, hogy Jézus Isten atyaságát mindannyiunk számára elérhetővé teszi, ezáltal egy olyan közösségbe von bennünket, hogy akik Istent atyuknak szólítják, azokkal egy ilyen lelki testvériségbe kerülhetünk. Tehát aki elfogadja Istent atyának, azokkal lelki testvériségbe kerülhetünk. Aztán emlékedik a mennyekben. Érdekes módon, hogy még ma is vannak olyan nagyon egyszerű emberek, akik a mennyeken valami felhők fölötti világot értenek. Vagy valami olyan űrvilágot, ahol az Isten lakozik. Hát ne, ugye Gagarin volt az, aki azt mondta, nem látta az Istent. De én még pappal is találkoztam, aki azt mondta, hát persze, hát ott van ez a nagy világ, egyetem, van annyi bolygó, meg minden, hát valahol az Isten biztos ott elrak bennünket. De ezt úgy komolyan gondolta, hogy majd meghalunk, mert annyian vagyunk, már annyi milliárd ember, és
valahol majd ott egyik bolygón fogunk élni. Most ugye Szent Tamás mondja azt, hogy a mennyek szó az, az Istennek a életformája, és hozza a dicsőséget, hogy azt is jelenti, ahol az Isten dicsőségben van, és az Istenhez hasonló életállapot, tehát ez a föltámadt Krisztus életállapota. És hát kifejezetten mondja, hogy ezt nem szabad testi módon elképzelni. Szóval nagyon modern ilyen szempontból Szent Tamás, aki 1200-as évek közepén élt, hogy a mennyekről így gondolkodott, holott egy abszolút ptolemaiuszi világkép volt még, hogy a nap körülöttünk kering, a föld egy lapos valami, és hát így képzelték, van az alvilág fönt a fel, és mégis azt mondja, hogy az Isten az nem ilyen helyhez kötött módon él a mennyekben. Bár érdekes módon még annak idején, mikor a nagy ilyen szerzetes gondolkodókat hoztam, neki Nagy Szent Albert volt a mestere Kölnbe, megtalálták a iratai között Nagy Szent Albertnek, hogy ő már a Földet gömb alakúnak gondolta, tehát nem ilyen laposnak, hanem azt mondta a Nagy Szent Albert, hogy gömb alakú a Föld, csak ugye nem ismerte a szabadesést, meg a vonzást, tömegvonzást, azon csodálkozott, hogy hogy nem esnek le az emberek alulról, de ezt szilárdan állította, hogy a Föld az gömb alakú. Tehát ő, miután Tamás de tanítványa volt, biztos, hogy erről hallott, és nem azt gondolta, hogy itt van egy lapos Föld, akkor fölötte van valami felhő, és akkor mi majd ott leszünk, hanem abszolút ilyen szellemi módon képzelte. És mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Elmékedik a szentről. Szia, valójában a Földön igazi szent nincsen. Mert a szent igazában az Isten. Abszolút módon ő a szent, ami, vagy aki, ugye, más, mint ez a világ, és hát ezt mi a transzcendenciával szoktuk jellemezni. És a te neved, Az nem annyit jelent, hogy ne mondjuk ki úgy a nevét, mert nehogy megbántsuk Istennek, hiszen az Isten neve nem csak úgy hangozzik el, hogy ahogy ő bemutatkozik a Bibliában, vagy Jahve az Ószövetségben, Újszövetségben mondja Jézus, hogy Atya, viszont már a különböző nyelveken más-más hangzású lehet az Isten neve, de azt mondja Aquinói Szent Tamás, ez csak azért van így, mert Isten egész lényét akarja kifejezni, hogy az Isten szent. És az Isten szentsége legyen meg ebben a világban. Hát az ma is nagyon időtálló gondolat, hogy amikor ma már semmi szent nincsen, mert nincsen, ugye, tehát nem tudunk olyan dolgot mondani, amire azt mondom, mert a család már rég nem az, az összes értékeket ki lehet gúnyolni, mindent, tehát nincs szent dolog ebben a világban. Ezt mondja, az Isten szentsége az a név esetében is áll. És az országot illetően is, hogy azt mondja, hogy jön el a te országod, itt nagyon következetes Szent Tamás, mert ha egyszer azt mondja, hogy az Isten mennyekben léte, az a természet fölötti lét, akkor ez az ország nem lehet földi ország. Hát az az időszak, amikor Szent Tamás élt, akkor nagyon sokan úgy gondolták, még egy 8. Bonifác pápa is, amikor 1300-ban Tamás halála után egy 25 évvel kiadta a Szent Évet meghirdető bullát, azt hiszem, az Unam Sanctam volt, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy elérkezett az Isten országa. Nem kell itt már tovább gondolkodnunk, hiszen az általunk belátott országok azok keresztények,
itt van az Isten országa. Tehát egy ilyen triumfális gondolat ülte meg az akkor egyházat, hogy kérem, már most beteljesítődött az, amit Jézus Krisztus akart. És ő azt mondja, hogy ez nem így van, mondja Szent Tamás, hogy az Isten országa az, ahol uralkodik Jézus Krisztus az emberi lélekben. Hát az Isten országa is végül is, ugye nem hely, hanem egy szellemi valóság, sok hasonlata van Jézusnak erről, és nagyon egybevág Szent Tamásaival. Aztán az is, hogy legyen meg a te akaratod. Itt is nagyon jól és helyesen gondolkodik Szent Tamás, mert azt mondja, hogy hát mi az Isten akarata? Az örök élet. Ezt nyíltan kimondja, hogy ez az, hogy mi jussunk el az örök életre. Sokszor szoktam mondani, primitív embereknél van ilyen gondolat, hogy az Isten akarata az, hogyha őt valami csapás érte, hát legyen meg az Isten akarata. Nem, mondja, hanem az örök élet. De azt mondja, hát azon túl, hogy nyerjük el az örök életet, azt mondja, ez az embernek az akarata is kell. Tehát Isten kegyelme és akarata. Talán, hogyha ugye elkezdi filtatni az ember, hogy miért nem tetszett egy Luther Mártonnak, Aquinói Szent Tamás, ha ismerte úgy jobban, bár azt mondják, hogy a nominalizmus révén kevéssé ismerte, mert ő nem azon az iskolán nevelődött. Hát két dolog biztos, hogy kiütötte nála biztosítékot, ugye csak Szent Pál teológiáját vette alapul. Az egyik az, hogy Szent Tamás ezerszer elmondta, a hitünk az értelmes. Az nem csak egy bizakodás, hogy bízom abba, hogy Isten megbocsátja a bűneimet, hanem ez egy értelemszerű meghódolás az Isten előtt. Ezt annyiszor elmondta. Ez az egyik. A másik az, hogy a luteri teológiában csak kegyelem van, irgalom van, hogy mi aztán semmi. Mi olyan bűnösök vagyunk, akaratunk abszolút rosszra hajlóvá lett, ezt mondja Luther. Nem is tudunk megigazulni, csak befedi az Istenem is a gonoszságunkat. Szent Tamás azt mondta, hogy mi eljussunk az örök életre, kell az Isten kegyelme, és kell az ember akarata. Ezt talán ezért se tetszett. Mert ugye egy voluntarista ember is volt. Ugye a katolikus egyház mindig is mondja, igenis a tettek is számítanak. Nem csak az, hogy első az Isten kegyelme és akarata. De utána nem elég az Uram, Uram, hanem aki megteszi, mennyi atyám akaratát. És utána következtet, Tamás azt mondja, mi következik ebből? Hogy tartsuk meg a parancsokat. Tehát, hogyha egyszer akarom az örökére, tartsuk meg a parancsokat. És azt mondja, az Isten akarata ez. És az Isten akarata az is, hogy mi azt az állapotot, amit ő kigondolt az emberről a teremtésbe, legalább azt visszanyerjük. Tehát, hogy nyerjük el, sőt, még többet is ad, mert adja az üdvösséget. Tehát, hogy ez is az Isten akarata, mondja Szent Tamás. Aztán elmélkedik a mindennapi kenyérről. Azt mondja, először is, nem akarja azt, hogy az ember aggódjon, hogy mi lesz hónap után, meg azután, a mindennapi kenyeret, ez legyen meg, a mértékletesség. Most a egyik alkalommal, mikor hoztam a közélet erényei, közéletben hogyan valósulnak meg az erények, a késznek a keresztény értelmiségiek szövetségének volt ez a kis könyvecskéje, és elmélkednek ott a mértékletességről, hogy hát bizony itt nagy hiányosságok vannak, mert valakik hirtelen hatalmas vagyonokra tesznek szert, éppen mostani híradóban is hallottam, hogy valakinek egy évben 10 milliárd forint a plusz jövedelme, és nevesítették is az illetőt. Egy évben. Mi a Székesegyháznál most hallottuk meg a 2 milliárd forintot,
ásatásokkal együtt, és mennyi munka, mennyi minden benne volt. Valakinek egy évben 10 milliárd forint a plusz jövedelme, ugye? Na most azt mondja, hát ők ezt kifogásolják, hogy hát ez szörnyű. Na most, hogy elégedjék meg, ne féljen az ember, legyen mértéktartó, mondja a mindennapi kenyérrel, mondja Aquinói Szent Tamás. És akkor itt hozzá azt mondja, és abban az is benne van, hogy a magunk kenyereit tegyük, és nem másét. Azt mondja, a rablók a más kenyereit teszik hozzá. Mi a magunk, amit magunk keresünk meg, azt a kenyeret együk. Aztán hozza utána, hogy de nem csak ilyen kenyér van, amit gabonából készítenek, hanem hozza aztán az Isten igéjét, azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével is, hogy ad is legyen meg az ember számára a lelki táplálés, és hát utána tovább lép, azt mondja, az eukarisztia, a szentséges kenyér is legyen a mi részünké. Tehát a mindennapi kenyérben benne van a földi javak kérése, ami egy ilyen szerénységet is jelez, de ugyanakkor benne vannak a lelki táplálékoknak a kérése is. Szóval tovább lép a megbocsátás felé. Bocsásd meg a mi vétkeinket. És azt mondja, ezt még a szent embernek is kérnie kell. Ezt így kifejezetten írja. Nincs olyan ember, akinek ne kelljenek kérni, hogy bocsássa meg Isten a bűneit. Hát egyedül, mint tudjuk, az Úr Jézuson kívül a szűzanya az, aki bűntelen volt, de azt mondja, még a szent embernek is kérni kell, tehát ne bizakodjék el senki, hanem kérje a bűnei bocsánatát. És akkor azt mondja, hogy ne vigy minket a kísértésben, ezt hogy kell érteni? Ugye hallottuk azt, hogy egy éve körül, vagy még talán még annyi sincs, hogy franciák miután nem tudnak ezzel mit kezdeni, hát azt mondták, ezt át kellene írni. Mert ez így nem jó, hogy így ne vigy minket a kísértésbe. Sátottam, hogy hát ne hagyd meg, ne hagyd, hogy kísértés szenvedjünk, meg mindenféle más változatokkal jöttek elő. De aztán mondták, hát ha megmásítjuk, akkor utána már mindent ki kell forgatnunk, mert ez se jó nekünk, az se jó a mai ízlésünk szerint. Mondjuk így, de magyarázzuk meg, hogy mit ért rajta. És akkor Szent Tamás mondja, hogy hát a Jakab apostolnál ott van, Isten nem kísért senkit. Tehát ha én összevetem a Szentírást több helyről, akkor azt veszem észre, hogy a kísértése, mondja ő, próbatételt kell értenünk, hogy az embert próbára teszi az Isten, és az a próbatétel ne legyen olyan, amiben az ember elbukhat. Ezt érti rajta, ugye így magyarázza Szent Tamás, hogy nem mondja azt, hogy Isten kísért bennünket, de azt sem mondja, hogy ezt meg kell változtatni, hanem úgy mondja, hogy ezért van a próbatételekben Isten ne hagyjon bennünket elbukni. És aztán jön az záró akkord, hogy és szabadíts meg minket, mi így mondjuk, hogy a gonosztól. Ő úgy mondja, hogy a rossztól, hogy az eredetibe van. Mert az összes nyelvben szinte úgy van, hogy és szabadíts meg bennünket a rossztól. A máló. Hát miért mondjuk mi a gonosztól? Mert a gonoszba beleérezzük mindig valamiképpen a démonokat is, a gonosz lelkeket is. Amikor a magyar nyelvre lefordították a Bibliát, az pedig rég volt, úgy nem sokkal, vagy abban az időben, amikor Szent István írt, akkor valahogy a gonosz léleknek a hatása, meg a gonosz lélektől való félelem sokkal általánosabb volt, mint a mostani emberek életében. Ennél fogva
minden olyan dolgot, ami rossz volt az ember számára, azt azonosították a gonosz lélekkel. És ezért került a mi imádságunkba ez a fordítás. Szabadíts meg bennünket a gonosztól, holott az eredetiben a rossz van, és a rosszon mindent érthetünk. Érthetjük, hogy ne legyen földrengés, ne legyen árvíz, és így tovább. Tehát mindenféle rossztól szabadítson meg bennünket az Isten. Jöjjön, nem magyarázza aztán tovább, ja, protestáns testvéreknek a mi atyánkja folytatódik azzal, hogy mert tiéd az ország és a hatalom. Mi azt a ünnepi szentmisébe a mi atyánkot követő imádság utána tesszük, ugyanis ez nem tartozik a legősibb mi atyánk formák közé. Elég régi, vagy elég késői, negyedik századi kódexekből lehet ezzel a formulával találkozni, és nagy valószínűséggel a bizánci liturgiából került be a mi atyánkba. Mert ott imádkozták a mi atyánkot, és akkor hozzáfűzték ezt, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség. Nincs ellentétbe a mi atyánk lelkületével, de ez így az eredetiben nincs benne. És nagy valószínűséggel, amikor az a negyedik századi másoló másolta a Bibliát, akkor a liturgiának ezt a kérését hozzátette. És így került a hitújító kezébe a Bibliának ez a fordítása. És ők ezt vették alapul. De milyen kébe a katolikus Bibliában nincs benne. De hát a egyik Bibliában sincs benne, csak az átalakított szövegben. És hát egyébként, mint tudjuk, a Bibliának két helyén, Máté és Lukács változatában, a evangéliumban fordul elő a mi atyánk, és a Lukácsnál rövidebb, mint a Máténál. Mi a Máté félét veszük, de a Máté is szeme előtt tart egy ilyen ószövetségi imádságot, mert volt egy ilyen 17-es kérés, valami ilyesmi az ószövetségben. Máté, mint zsidó ember, ezt jól ismerhette, és hát amikor Jézus evangéliumát, egy beszédét leírta, akkor ez is benne volt a gondolatába, természetesen sugalmazottan. És mire végére ér Aquinas Szent Tamás, egy két oldalba még egyszer összefoglalja, hogy hát akkor mit is akartam mondani? Ugyanis őnek ez volt a metódusa, hogy földolgozott egy kérdéskört, és akkor utána még egyszer összefoglalta a tanítás, a megjegyezhetőség és a pontosítás kedvé. Legalább ezt felolvasnám. A mi atyánk rövid összefoglalása. Ahogy a fő részben kifejtettük, tudnunk kell, hogy az Úr imádságában benne van minden, amit kívánunk, és minden, amitől menekülünk. Minden kívánni való közül azt kívánjuk a legjobban, amit leginkább szeretünk, és ez Isten, ezért először Isten dicsőségét kéred, amikor azt mondod, szenteltessék meg a te neved. Istentől pedig három dolgot kell kívánni, amely téged illetnek. Az első, hogy eljuss az örök életre, és ezt kéred, amikor azt mondod, jöjjön el a te országod. A második,
hogy tedd meg Isten akaratát, és Isten igazságot, és az igazságosságot, és ezt kéred, amikor azt mondod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. A harmadik, hogy meglegyen mindened, ami az élethez szükséges. És ezt kéred, amikor azt mondod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Erről a háromról mondja az Úr, keressétek először az Isten országát, amely az elsőre vonatkozik, és az ő igazságát, amely a másodikra vonatkozik, és ezek mind hozzáadatnak nektek, amelyik a harmadikra vonatkozik. Milyen logikus, ugye? Tehát, hogy, és az ő igazságát, és a többi mind hozzáadatik nektek. Ez a Máté evangélium 6. fejezet 33-ban van benne. Azok pedig, amiket kerülni kell, és vissza kell utasítani, nem mások, mint amik lerontják a jót. Az a jó, ami elsősorban kívánatos, négyféle, mint mondtuk. Az első, Isten dicsősége, és ezt semmi rossz nem rontja le. Ha vétkezel, mit ártasz neki? Ha igaz vagy, mit adsz neki? Jobb könyvét idézi, hogy az Isten dicsőségének az ember nem árthat. Még a bűnös ember káromlása sem. Ugyanis mind a rosszból, amennyiben megbünteti, mind pedig a jóból, amennyiben megjutalmazza, Isten dicsősége visszhangzik. A második jó az örök élet, és ezt lerontja a bűn, mivel a bűn által elvész, ezért ennek elhárítására mondjuk, bocsásd meg a mi vétkeinket, amiként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A harmadik jó az igazságosság és a jó cselekedetek, és ezt rontja le a kísértés, mivel a kísértések megakadályoznak bennünket a jó megtevésében. Ennek elhárítására kérjük, és ne vigy minket a kísértésbe. A negyedik jó a szükséges javak, és ezt rontják le a szerencsétlenségek és a gyötrelmek. Ennek az elhárítására kérjük, de szabadíts meg a rossztól. Nagyon logikus összefoglalása a mi atyánknak. Tehát itt is ugye az a rossz, amit ő mond, az mindenféle rosszat magában foglalhat, ami bennünket érhet. Hát ezzel végül is a Szent Tamás féle mi atyánkot röviden el is magyaráztam. Egy alkalommal az idén idéztem a Cister atyát, aki a mi egyházmegyénk papja volt, a Kerekes Károly 10 évig, nagy nyelvész volt. Az összes bibliai nyelvet tudta. És ő lefordította úgy a mi atyánkot, ahogy az héberben és görögben hangzott. Héberben, ugye mert valószínű, hogy Jézus arámi héber nyelven mondta, viszont görögül írták le. Úgy van még számunkra a Szentírásban. És ő egy nagyon gondolatilag ugyanaz, mint amit mi imádkozunk, viszont érdemes így is meghallani, hogy ez szó szerint hogyan hangzott el. Mennyei édesatyánk, hirdesse minden, hogy te szent vagy. Valósuljon meg a te uralmad. Legyen minden úgy, ahogy előtted kedves. Amint a mennyben, úgy a földön is.
Add meg nekünk ma is mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy éljünk. Engedd el tartozásainkat, amint mi is elengedjük azt, amivel mások tartoznak nekünk. Ne küldj ránk megpróbáltatást, hanem inkább szabadíts meg minden rossztól, add, hogy így legyen. Hiszen te vagy minden uralkodás, erő és dicsőség atya mindörökké. Amen. Ugyanaz a gondolatsor, de valamiképpen más megközelítésbe. Ezért, ha más nyelveken valaki olvassa a mi atyánkot, akkor is azért rájön olyan finomságokra, amit mi már megszoktunk, és a magyar nyelv miatt hát nem válik számunkra annyira mondjuk olyan megdöbbentővé vagy érdekessé. Amikor az ősegyház idején elkezdték a liturgiában a mi atyánkot imádkozni, hiszen a liturgia, mint tudjuk, a utolsó vacsorából fejlődött ki. Az utolsó vacsorán a Jézus szavait ismerjük. De aztán egyre bővült már az őskeresztények idejébe is, és nagyon korán bekerült, még az apostolok életébe, a mi atyánk imádság az eukarisztia végzésébe. És ezért tették oda azt a bevezetőt, mert ők még, hogy így mondjam, megvoltak hatódva, és nem győztek azon csodálkozni, hogy Istent atyánknak szólíthatjuk. Mert egy zsidó, aki ki se mondhatta a Jahve nevet, csak a főpap egyszer évente a engesztelés napján a Szentek Szentjébe, hát ő, hogy az Istent atyának merje szólítani, ez elképzelhetetlen volt. És mi úgy így szoktuk mondani, hogy üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint. Az eredetiben nem így van, hiszen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mert ők nem mertek volna úgy imádkozni. De ők ennek a újdonságát még érezték, hogy így merünk imádkozni, hogy Istent atyánknak szólítjuk. Tehát ugye ebből is látszik, hogy a mi atyánknak egyrészt a történeti, biblikus mély rétegeit újra meg újra lehet elmékedni és átgondolni. És valamiként erre is vonatkozik az, amit Nagyszent Gergely a Biblia olvasásról mond, hogy a Biblia olyan óceán, amiben a kisbárány is talajt ér, és az elefánt is úszni kényszerül, hogy a mi atyánk olyan imádság, amit még lehet egy kisgyerekkel is tanítatni, mert meg is tudja tanulni, de ugyanakkor egy felnőtt vagy akár milyen tudományra szertett ember is álmékodik annak nagyszerűségén, hogy hozzátenni nem szabad, elvenni se szabad belőle, az úgy klasszikus, ahogy van. És hát minden koroknak az elmékedői, nevezetesen a középkor nagy hittudósa Szent Tamás is, adott nekünk arra példát, hogy hogyan elmékedjünk az Úr imájáról, a mi atyánkról. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, és mindörökké. Amen.